2023-ban is egy háborús évet zártunk, ráadásul most a keresztényeknek nagy jelentőségű a karácsonyhoz szorosan kötődő helyszín is veszélyben van, a betlehemi jászol. Ahhoz, hogy az ünnepek ennek ellenére örömteli hangulatban teljenek, az egyházfők arra biztatnak, hogy engedjük közel magunkhoz Istent, és töltsük az ünnepet a családunk szeretteink körében. Az izraeli-palesztin háború következtében a betlehemi városvezetés bejelentette, hogy idén nem lesz karácsony Betlehemben, és bezárják a jászol emlékhelyét. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke karácsonyi üzenetében azt kívánta, hogy a napkeleti bölcsekhez hasonlóan tudatosuljon bennünk, hogy Krisztus a mi életünk királya, annak ellenére, hogy a háború miatt ennek emlékhelye talán örökre eltűnhet. A napkeleti bölcsek, amikor elindulnak Jeruzsálembe, elindulnak, hogy keressék meg az újszülött királyt, akkor ők elmennek és tisztességet kívánnak tenni neki. Nagyon fontos, hogy nekünk is ezen az ünnepen tudatosuljon bennünk is az, hogy Jézus Krisztus a mi életünknek a királya. És ő igényt tart a teljes emberi életre. Kovács István a Magyar Unitárius Egyház püspöke karácsonyi üzenetében hangsúlyozta, az ünnepben van egy állandóság, ami gyerekkorunk óta végig kísér. Gyermek vagy idős ugyanazt a csodavárást és ugyanazt a csoda beteljesülést éli meg. Halljuk a magasságban a mennyei seregek himnuszát, dicsőség a magasságban Istennek és a Földön, békesség, és az emberekhez jó akarat. És egyszerre, mintha az emberi létezés idillje történne meg. Koszta István, az evangélikus luteránus egyház püspök helyettese ünnepi gondolataiban a család és a gyerekek fontosságát emelte ki. Itt egy lelki felüdülés kínál nekünk az Isten az ünnepben. Egy olyan ünnep tehát, amikor gyermekként érkezik a világba maga az Isten szeretete egy családba, hogy ezáltal a család lényegét, értelmét és célját meghatározza. A család életében a gyerek mindig a jövőt jelenti, a család hitelességét jelenti, a továbblépést jelenti, a felelősség teljes öntudat kialakulását jelenti. Tehát egy olyan gondolkodási kört ad a közösség gyökerének, a családnak tehát, amiben megfogalmazódhat a mindennapi élet. Böcskei László, a nagyváradi római katolikus egyházmegye megyéspüspökének karácsonyi gondolataiban az Istenhez való közelség volt a fókuszban. Karácsony ünnepe minket is vándorsorsunkra emlékeztet, miközben az oltalom után sóvárgú gyermekhez hasonlóan a gondoskodó Isten közelébe próbáljuk helyezni magunkat, aki lépésről lépésre kísér bennünket akkor, amikor az örök cél felé közelítünk. Karácsonykor az Úr végtelen szeretetében nyilvánul meg az ő nagysága, amit nekünk embereknek fogadnunk és hirdetnünk kell, hangsúlyozták az Erzsébet Magyar Történelmi Egyházak képviselői.